soha át ne hagyja. Siker arras mindig övé, miénk csak a munka. Húzzon el a 70 éves közkívánatunkra. 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 Jó van, egyébként tényleg aranyos, a név szerint mindenki ismeri őket, ma már Magyarországon, Kokas Piroska, Varga Ferenc József, Aradi Tibor, Szántó Sandra. Az az igazság, hogy most, hogy tényleg 70 éves leszek mondjuk egy óra múlva, úgyhogy elhatároztam, hogy én csinálok egy szívalakú emlékkönyvet, és mindegyik drága aranyos fiatal kollégám írja bele a nevét nekem, és én ezt el fogom tenni, és mikor öreg napjaimra majd, egy olyan 40 év múlva én ezt majd fogom olvasni, és aláírjátok. De azt írjátok... Miért röhögtem? Semmi. De azt írjátok oda, hogy nekem lesz. Jó. Szandra, akkor te kezd el. Jó van. Igen. Milyen névre írhatod? Egyébként ismerik őket valóban, és megmondom az igazat, hogy ha nem hallják, úgy vagyok velük, mint Vitrai az olimpián, amikor az evezős lányok félpályánál tartottak, és elkezdte mondani, győzelem, győzelem! Sokan szitták érte, még kritikát is kapott, nekem a szívem közepébe volt ez a mondat. Annyira akarta, hogy győzzenek, na velük én is így vagyok. Szóval annyira akarom, hogy győzzenek. Mert utoljára emlékszem, amikor Kellér Dezső 60 éves volt, az 10-zel fiatalabb, és volt egy jelentők, Kazal odament hozzá a színpad, és azt mondta, hogy Dezső bátyám, olyan szomorú vagy, 60. Hát nézd, édesapám, mert a 60 év azért, az 60 év. Na jó, de hát minden kornak a 60 évnek is megvan a maga szépség, ezt egyet mondja. Na most, én köszönöm, én ezzel úgy vagyok, hogy a 70 egy feletteség nekem mondani, persze nem folytatták, mert Kellér folytatta, mégpedig úgy, hogy egy idős bácsi, az is van 60-70 körül volt, bement egy látszerész üzletbe, nem jól látott. És oda ment, azt mondta, tessék mondani, az mi az ott van fönt, az az első porcon. Azt mondja, ami ott van, azok ilyen pápa szemek. És az mire jó? Hát, hogyha fönt tetszik venni, majd úgy tetszik látni vele, mint a 20 éves lenne. És úgy is érzi magát. Kipróbálhatnék egyet? Szóval persze, tessék parancsolni, vegye föl. Bácsi fölvett, azt mondja, jó, hát nem igaz. Hát olyan, mint a 20 éves lennék. Hát mindent, teljesen úgy érzem, mint a 20 éves. Mondják, páfa, fütyűjük nincsen. Elnézést nekem, nekem csak a szememmel van baj, nehogy félreértés legyen. Hova kerültem én? Megjegyzéseket. Tegnap is bemegyek egy üzletbe, mondom, ne ragudjon, gond van a szemüvegem, mert az egész biztos. Mondom, miért? Mert ez egy hentes üzlet. Különben ma egy picit jobban zavarban vagyok, mint egyébként, ez nem véletlen. Mert egy, ahogy látom, nagyon sok ismerősöm van, hála a jó Istennek, és ennek nagyon örülök, de azért, ha belegondolok, más listábbak, mint mi voltunk annak idején. Mert az ő nevüket már TV, rádió ismeri az egész ország. Amikor 1957-ben, októberben életem első szerepét játszottam, Győri Kisfaludi Színházban a szerepnek az volt kírva a plakátra, hogy a Londiner. Ez óriási, nem az volt egy Londiner, teszik érteni a különbséget. És oda, a Londiner, Sas József, fogtam egy vastag filctollat, már akkor volt ilyen, és a városban minden plakáton aláhúztam a nevet. De mindegyiken ott volt, csak mindegyik, ki ez az új ember? Most a szövegem viszont nagyon egyszerű volt, arról szólt a jelenet, hogy a primadonna és a Bon Vivant összevesznek. A földi teréke nagyszerű színésznő
ő játszotta a primadonnát, és Váradi Szabolcs a férjet. És összevesztek, és azt mondják, hogy vigye a bőröndöt, ne vigye, vigye a bőröndöt, ne vigye, ez az isteni szituáció egyébként, egy fiatal színe, vigye, ne vigye, vigye, ne vigye, én álltam bőrön, és csak annyit mondtam, hogy tessék mondani, most vigyem vagy ne vigyem. Hát most egy nagyon nagy tapsot kaptam rá, de ha én ezt most nem azért, speciál most nem azért mondtam, mert szólok én, mikor tapsolni kell, nem kívül hülye, hogy magukat mondjam. Hát pont ma fogom magukba vízni, itt van a papír, hogy... A 6 éve lejárt műsorunkat a TV2-ben látták 2.700.000, akkor majd véletlenre bízom, majd szólok, mikor tapsolni. Tehát a lényeg, ha én ezt egy... Mi az, hogy egyszer eljátszhatnám? Eljátszom most. Úgy, mint akkor. Jó? Gondolják el, hogy 20 éves vagyok, vagy 18 pontosan. El fogom játszani. Ezt kell hozzá egy bongilván primadonna is, majd a szólók, ha bejönnek. De mindenek előtt át kell ötöznöm Londinernek. Az nem lesz nehéz. Lantos Laci, aki 30 éve vetkőz, illetve öltöztet, ő jön be. Laci, gyere a Londiner ruhát, add föl, légy. Tapsolják meg, megérni. Borra valót, amennyit szoktam majd. Hát, hogy abból nem él meg, az biztos. Grecska Tibi, mindenes a színának, hozd be a bőröndöket. Na, most most jön a Bonvián és a Primadonna, megkérdezett Szántó Szandrát, ő lesz a Primadonna, gyere, beérletem, így. Beregi Pétert, ő a Bonvián. A jelenet, tehát gyerekek, tudjátok, annyi a szövegetek összesen, mint amennyi szokott, egész kevés, tehát te azt mondod, hogy vigye a bőröndöt, te egy picit menj arrébb, jó? Mert túl magas vagy, csak én még kisebb vagyok a bőröndöt. Így eddig rendben van, tehát vigye a bőröndöt, ne vigye a bőröndöt, vigye a bőröndöt, értitek, hogy mit mondok? Igen. Hát nem komplikált, és én fogom a bőröndöt, csak akkor kezdjétek el mondani, igen, tehát? Vigye a bőröndöt! Ne vigye! Vigye a bőröndöt! Mondom, ne vigye! Vigye a bőröndöt! Egy pillanat, arra ugyan. Egy picit természetesebben mondom. Ne jön, mi jön, ne vigye. O, mint egy ember. Nem tudom átélni, minek mondtál. Tehát hogy jó ember, vigye a bőrönt, komolyan érted? Marra haragszol rá. Vigye a bőrönt, ne vigye, és aztán amikor jövök én, akkor szoktam nagy tapsot adni. Még nem, majd szóval. Tehát, me, és. Vigye a bőrönt. Ne vigye. Vigye. 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 Ne. Az Istenem. Most vigyem vagy ne vigyem. Hogy ezt a bőröndöket én azóta is hordom magamnál. Ezek mindig velem vannak. Ezek velem voltak Győrbe, aztán velem voltak Békés Csabán, szóval Pécsi Nemzeti Színháznál, Néphadsereg Művész Együttesnél, nagyszerű rendező volt, Kamarás Gyula. Utána Kecskeméten velem volt, életem legszebb időszaka, utána a Szegedi Nemzeti Színháznál, a Vissza Kecskemét és Mikroszkóp. Kitűnő színészeket láttam, nagyszerűeket. Vidéken nem azért mondom, néha jobbakat, mint Pesten. Olyat, mint a Szabó Samu, most legalább el tudom mondani a nevét, és megörökítik. Meg olyat, mint a Szakács Sándor, kevés van ilyen. A többi meg itt van mind a bőröndön, akiktől a legtöbbet lestem el, mert csak ellesni lehet. A Kabos Gyula, a Rutkai Éva, a Kálai Ferenc, a Latabárok, Kellér, Gózon, Rózsegyi, Salamon Béla, Hofi, Rajsz, Pécsi, kicsi a bőrön. Többen lehetnének rajta, de a többi benne van, és én bennem. És mindegyik segített, mindegyik próbált valami olyat, amit a legjobbat persze biztos, hogy Rózsa egyik álmán mondta rögtön az elején, szinte szemben állt az egész színész társadalom, mert azt mondta, Sasikám, édesöcsém,
senkivel ne törődj. Színjátszás, érted? Minden színt használ. Bátor, piros, sárga, kék, zöld, lila, egy szín nincs. Szürke. Azt felejtsd el, ezt én nagyon megfogadtam. Azóta is így vagyok vele. Végül is az a lényeg, hogy mindegyik mondott valamit. Hát mindenek előtt azt mondták, hogy tanulj meg, fiacskám, komédiázni. Tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is, jó képet vágni. Magaddal törődj és már senkivel. Ne higgy a barátnak, hű szeretődnek. Ne higgy az eskünek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni. Mert minden, minden csak komédia. Ez voltam én a kislegény, ott álltam a színpadon. Ókázz, neves, és pénzt keres! És azóta ez otthonom, ma még enyém, erdő, a rét. Ma játék az életem, de holnap már más színpad vár, és nem lesz ott játékszerem. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni. Tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni. Magaddal törődj, és más senkivel. Ne higgy a barátnak, hű szeretőnek. Ne higgy az eskünek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden, 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 minden csak komédia. Most menjek, maradj! Drágám, végre itt vagyok nála. Csendesen! Az urad? Táviratkozott csak holnap délután, érkezik! Na gyere! Meséld el, mit csináltál már egész nap? Semmit, csak vártam ezt az órát, ezt a percet. Szeretsz? Örültem. Imádsz? Imádlak. Akkor csókolj meg! Ki az? Én nem tudom. Csak nem a férjem. Te vagy az, drágám! Miért mást vártál? Az Isteni bújjál gyorsan valahol! Barabán! Szervusz, drágám! Szia, édesem! Táviratoztál, hogy csak holnap délután érkezel. Igen, mégis ma jöttem. Annyira örülök, hogy itt vagy. Igazán? Bizony. Milyen szép vagy. Milyen elragadó vagy. Milyen kívánatos! Bizony. Adja ide azt a fegyvert! Ne! Adja ide a fegyvert! Adja ide! Megöltem. Mi az, megölted? Hát becsület szavamra, ez óriás! Uram, ne zavarja már az előadást! Mi, hogy ne zavarja? De mennyire, hogy zavarom? Hát hol vagyunk, kérem szépen? Egy drámai színházban vagy a mikroszkópon? Mi az? Mi történt? Maga, menjen vissza! Maga már meghalt! De kérem! Hát... Semmi kérem! Hát én nem azért jövök a kabaré, hogy nekem itt drámázzanak! A drámatakról tíz elmegyek a nemzetibe! Uram, már megbocsásson, hát ez hogy... Maga, ne kérjen tőlem bocsánatot! Nekem elég dráma van az életemben, én ide röhögni járok, érti? Értem, uram! Nagyon szépen megkérem, hogy maradjon csöndbe! Maradjon csöndbe, köszönöm szépen! Felszóltak a nézőtérre, hogy nem tetszik az előadás. És ez a mély csodálkozó. Ezzel mit akarsz mondani? Azt akarom mondani, hogy borzasztóan játszátod. Örüljön, az a végtelen szimpatikus úr, az nem vágott hozzád egy 4 kiló zacskós tejet. Hát ne viccelj. Köszönjük szépen, igaza van. Majd a
gyárát vissza. Bocsánat, elnézést. Mi baj van? Szóval azt akarod mondani, hogy én is az oka vagyok annak, hogy a közönségnek nem tetszik a darab? Én egy szóval sem mondtam, hogy te is. Ha nem? Csak te. Ismételd meg, amit mondtál. Megismételd, csak te vagy az oka, kész. Igen, nem is veszlek komolyan, nem is tudok rád haragudni. Akkor ne haragudj, de akkor is, hát rosszul játszod a szerepet. Én jó vagyok, én minden szerepemben jó vagyok. A szerepek jók, mert a selmet szírja meg a trunkó, de te rossz vagy benne, és kész. Nekem még soha nem szóltak fel, hogy röhögni akarnak, vagy valami. Ha, mert te bohózatot játszol. De ha drámát játszanék nekem, akkor se szólnának fő gyerek. De röhögnének. Nem röhögnének, mert a drámához és a vígjátékhoz ugyanúgy szív kell, gyerekek, szív, és komolyan, te is mit bámulsz rám, de olyan... Nem voltál jó, és kész. Jó van. De mert csak bővődés, hát tessék. Akkor tudod mit? Mit? Jász te a darabot, mutasd meg, olyan nagy legény. Ugyan már, öregem, csak blamálni fogod magad. Igen? Igen. Na tűnjetek el, hogy megmutatom nektek, hogy... Jó, nézd meg. Adja a fölé. Köszönöm szépen. Mit csinálok? Azt hiszi, végig játékot lefogja le a végét. Nagyon kérem, ne húgrasson neked, rendesek. Ugye, hogy ezt kell játszani, egy drámát, ugye? Az ember össze, bemegyünk, akkor köszön, jó lapot, ezt többet nem csináljuk, ugye? Akkor, akkor szép, egy macska léptek-e közeledik, amíg nem, ugye megszólal a csingató. És akkor megy, tetszik emlékezni még? Igen, nagyon közeledik. Ó, drága! Csak csendesen. Miért életem? A férjem. Mi van vele? Az uram! Mi van? Mi az urad? Hogy urad? Mi van vele? Férjed az urad neked? Táviratozott, hogy csak holnap délután érkezik. Szóval holnap jön egy távirat. Nem, az uram. Mi van? Az urat ez hülye postás? Vagy mi? Sztrájkolnak? Mi van? Nem, egy postás hozza a táviratot, az uram jön holnap. Az urad mi az urad neked? A postás vagy távirat? Na, inkább mesél, de mit csináltál ma egész nap? Semmi. Arra vártam, hogy vére találkozzak életem. Csókolj meg! Csókoljon téged meg a halál életem. Csókolj meg! De mi van vele? Ez a szöveg ide van írva. Akkor olvasgass, bújj vissza a lukba és olvasgass. Csókolj meg! Ó, várjál, közeledek vagy. Szeretsz? Az nem fejezés. Hát akkor miért nem csókolsz már hát, meg? Hát, mi rögtön? Egy pillanat. Na. Csak bebújok a kicsikét a takarót. Ajaj, szokatlan dolgot érzek. Valami nagyon kemény. Megvan a botom, tudtam, hogy nem. Persze. Na most olyat csinálok, amit gyerekkoromban azt mondta anyuka, hogy ezt nem fogom. Te ez a lábad neked itt, nem tudom, ez nem stíl. Hogy volt ez? Nem tudom, mi nevet nekem. Tegnap volt 4 év, hogy nővel voltam. Ja, játssza el, hogy szerelmes belé, már ne is haragudj. Tudom én azt nagyon jó, hogy nem ilyen szerepeket tudtam játszani. Nem kell megsértődni. Nem sértődöm meg, meg röhögni szoktak meg. De azt mondtad, hogy nem lehet szeretni. Na ez nem igaz. Én nagyon szeretett az édesanyám. Szeretnek a gyerekeim, az unokáim. Szeret a feleségem.
Én nem akartam megbántani. Nagyon sajnálom szegényt. Na most megsértődött. Nagyon megsértődött. Rád sértődtem meg! Csak meg akartam nektek mutatni, hogy hogy lehet a legnagyobb röhögés közben egy pillanat alatt csöndet csinálni. Seggfejek. Minden este 7 órától 10-ig, egyről túljuk, nincs nálunk só. A direktor Nászter Moszkó díván, a sasnál nem fogni kell a rúgó. Együtt vagyunk itt már 30 éve, sokan mondják rám, hogy így lökök. Lökjük a szót mosolygós kopával, este 7 és 10 óra között. Józsikám, azt hiszem mi vagyunk együtt a legrégebben itt. Fogadd el tőlünk ezt a bőröndöt, cipeld tovább, igen. De velünk együtt. Hát nagyon aranyosak vagytok, de tényleg. Fogadd tőlünk ezt a kis apróságot. Ez nem volt benne. Ez a 70. születésnapodra. Ne, de vigyázz, mert mi van? Van benne valami. Tényleg? Igen. Mi van benne? Amitől sikered lesz, amire tapsolnak. Igen? Igen. Akkor megkóstoljuk. Te gyerekek, ez baromi jó. Hát abból nem kaptok az halál. Hát ez valami istenem. Állok a színpadon, bizsereg a bőröm, és beindul egy belső remegés. Az adrenalin szinte már a fejbőrömön érzem, és ingerel a kényszervizelés. Ez nem lámpaláz, ez marhaság. Nincs is nálunk lámpa. Néhány olcsó villanykörte ég, a barátaim fönn a műszak, tariék, ha bármelyik hibázna, egy csattanás és beáll a sötét. Itt nem hibázhatunk, színházat játszunk, igazi színházat, kabarét. Állok a színpadon, önök megülnek, s csak itt mondhatom el a magamét. 70 évesen, hajam már nincsen, a némi vaj van a fülem mögött. Nincs, hogy baj van nálunk, ezt 20 éve mondom. Tapsol a néző, s rajtam röhög. Hát szervusz pajtás, szervusz jó közönség, én boldogan kezet fogok veled, de fogadd el a szívemet is mellé. Egy kézfogással átnyújtom neked. Itt állok a színpadon, vizsereg a bőröm, nótát dalolni lenne alkalom. Szívem szerint, mint egy muzsikus lélek, csak ezt szeretném, most bevallhatom. Azt, hogy makácsos út, meg piros pünkös napján, meg kék az ég és zöld el ott a rét. Darumadár, abból nincsen balhé. És hagynám a francba azt az egész kabarét. Itt nem hibázhatunk, színházat játszunk. Igazi színházat, kabarét. Állok a színpadon, önök megülnek. S csak itt mondhatom el a magamét. 70 évesen, hajam már nincsen. Némi vaj, mondják, van a fülem mögött? Nincs.
hogy baj van nálunk. Ezt 20 éve mondom. Tapsol a néző, s rajtunk rög. Szervusz, pajtás! Szervusz, jó közönség! Én boldogan kezet fogok veled, de fogadd el a szívemet is mellé. Egy kézfogással átnyújtom neked. Hát szervusz, pajtás! Szervusz, jó közönség! Én boldogan kezet fogok veled, ne csinálja! Fogadd el a szívemet is mellé. Egy kézfogással átnyújtom neked. Szervusz, fajtás, szervusz, jó közönség! Én boldogan kezet fogok veled, de fogadd el a szívemet is mellé, egy kézfogással átnyújtom neked. Szervusz, fajtás, szervusz, jó közönség! Én boldogan kezet fogok veled, de fogadd el a szívünket is mellé, egy kézfogással átnyújtom neked. Hát szervusz, fajtás, szervusz, szervusz! Én boldogan kezet fogok veled, de fogadd el a szívünket is mellé, egy kézfogással átnyújtom neked. A mindenik neki. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy a műsor második részében egy kis meglepi műsort csináljunk. Ez már hagyomány, azért hagyomány, mert a 60. születésnapján Józsit megleptük egy műsorral, és az annyira jól sikerült, hogy úgy döntöttünk, ha már megéltük ezt a 10 évet, mi, ő a 70-et, hogy akkor legyen ma is egy kis meglepi műsor. Ebben a meglepi műsorban lesznek magánszámok, jelenetek, és hát köszöntők természetesen, Józsikám. Én azt hiszem mindent elmondtam, az idő előre haladt, úgyhogy ne húzzuk az időt. Hölgyeim és uraim, a kedves közönségnek jó szórakozást kívánok, neked jó meglepit, én megyek, megnézem, mi van a belegében. Ébresztő, figyelj rám, itt a színpadon este kinyílunk úgy, mint egy virág. Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy Sas József, vagy inkább Sas Józsika gyermek és ifjú koráról röviden megemlékezzen.
felszólítom a mocorgókat, hogy a kijárat el van zárva. Köszönetet mondok az Országos Pszichológiai Központnak. Ugyanis pszichológusok véleménye szerint az ember tulajdonságainak és jellemének jelentős része már a születése előtt 9 hónappal kialakul. Közismert, hogy Józsika édesapja, jeles színművész Sas Imre volt, aki ebben az időben Friedrich Schiller Haramiák című darabját. No comment! Kérem, világra jövetelesen volt mindennapos a bába feljegyzései szerint, ugyanis amikor a bába mindent rendbe talált, összeütötte 2 tenyerét, mondván kezdjük! És ekkor az összecsattanó tenyerek hangjára, azaz a tapsra, megjelent az újszülött 2 pici keze. És a tőle megszokott és később jellegzetessé vált mozdulattal tapsra ingerelt a jelenlévőket. A taps ütemére született Józsika, és a taps ütemére szívja magába az életet adó oxigént immár 70 év. De jött az ifjúkor, és a mozgékony fiú sportolni vágyott. Jó érzékkel megtalált egy ősi már a görögöknél is népszerű sportágat, az ökölvívást. Soha nem tudták őt kiütni, ha padlót fogott, onnét is fölvett valamit. A bíró soha nem tudott rá 10-ig számolni, mert idejében lealkutt a 8. De balegyenesei ma is ülnek innét a színpadról. És kérem, hogy szemtanúi lehetnek egy ünnepélyes eredmény hirdetésnek, ugyanis Józsika megkaphatja az örökös bajnoki címet, amennyiben leboxolja utolsó mérkőzésének elmaradt 3. menetét. A mérkőzést, komolyan vettük a dolgot, levezeti a körünkben megjelent Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke. Megszereztünk egy megfelelő partnert, kérlek Józsikám, gyere föl, itt mese nincs, ezt le kell boxolni. Erről nem boxol. Nem baj, gyere szépen föl. Vedd föl az alapállást. Kérem, hogy jöjjön be az ellenfél. Növényi Norbert, olimpiai bajnok! Eldobnám az álcát, ha láthatnám a tárcát. Látom, szenvedsz, biztos attól vagy ki, hogy almás közben nem tudsz tapsoltatni. De szép lesz most az álom, én ezt garantálom, egy képet láthatsz most magad előtt, hogy fejedre 2 hajszál visszanőtt. Kézülj fel, mert az álmod most valóság lesz. Szemed nyisd ki, és lásd meg a csodát. Itt van már, amit régóta vártál. Mindenki főzdében kedvezményt kaptál.
szolgálja, sajókám, alá szolgálja. Hol járt, hogy nem láttam a Sas Józsi születésnapi bulián? Na ide figyeljen, maga félbehagyott szelep! Nem látja, hogy sztrájkolok? Azt miből lehet látni, hogy maga sztrájkol? Hát abból, hogy magának egyedül kell játszani a hacseg sajó. Sajókám, akkor maga már évek óta sztrájkol? Hogy bírja? Hogy bírja? Úgyhogy mögöttem áll a szakszervezet. Azért kérdezem, hogy bírja? Hogy bírja? Mondja is, nem lehetett volna ezt a sztrájkot felfüggeszteni a Sas szülinapjára, elvégre a Sas egyszer 70 éves. Egyszer? Miért délutáni előadás nem volt? Magától mit kapott a születésnapjára? Ó, tőlem egy testre szabott ajándékot kapott. Csináltattam magamnak egy gyönyörű két soros öltönyt. Megvan maga őrülve? A Sas születésnapjára magának csinált a töltőn? A gesztus a fontos. Marski! Sajókám, ilyeneket most ne mondjon, mert ez dramaturgiailag megoldhatatlan. Mondja, Sajó, ezt most őszintén kérdezem. Tessék? Igen, nem fér, hogy például kirúgja. Nem fél attól, hogy kirúgja a Sas így a sztrájk miatt? Miért félnék? Hát mögöttem áll a szakszervezet. Igen, de mondjuk, ha Sas közénk lövetne, én is elég szarul járnék. Mondja, hacsek, maga nem akar beolvasni a Sasnak? Jaj, dehogy nem, jaj, dehogy nem. De hát most van a születésnapja. Majd a 80-on beolvasok neki. Vagy a 90-en. Esetleg a 100-on. Tudja mit, Sajó? Azt még megvárom. Nagyon szeretem a Sas Józsit. Azt kívánom, hogy 10 év múlva a 80. születésnapodon ünnepeljük meg az én 70. születésnapodon. A sok-sok régi szép emlék még álmaimban visszatér. Két karcsú női láb, egy csókra nyíló száj, ez emlék nékünk már. Csupa! Isten éltesse, Sas Józsi! Sok minden nem változott. Ma is folyik a csata, a harc, a hídon, akit mondjuk egy kicsit mondjuk lezárták, de azért a csata folyik rajta. A híd közepén ott áll Sas József és árul. Nem pálinkát, nem. Jó kedvet, nevetést. Na de hát ezt nem lehet elviselni, ezért őt is vágják, kaszabolják, fröcskölik, leöntik, ütik, vágják, bár a fejét is majd levágták, ugye most ő a félfejű Sas. És innen nincs menekvés, legfeljebb befelé. És mit tudnék mondani ehhez segítséget így 70 éves korban a meneküléshez? Vörös Sándornak talán egy gondolatát, ami így szól, hogy ő egyetlen ismeret van, minden más toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Boldog szülinapot! Laci, miért nincs nekem több hajam? De ismerős maga nekem, hol találkoztunk? Itt a tükörben. Ilyen jól nézek ki? Egy frászt, hogy nézne már ki jól? Én a mása vagyok. Mások? Jönnek vissza az oroszok? Dehogy is, én a maga másik énje vagyok. Mind a ketten ének vagyunk. Ének? Énekeljek? Jó. Két énem van, én nekem, élek skizofréne. Józsika, inkább a színpadon. Különben is miért énekel saját magadnak? Lehet, hogy megőrültem. Már régen.
Lesz mind gúnyolódniuk a fiataloknak. Nem, szeretem a fiatal. Úgy szeretem a fiatalokat. Cseszegetni. Annyira szeretem nézni a színpadunkon játszanak. Az idegeimmel. Tegnap is olyan jól csinálták azt a fogorvosos jelenetet. Unalmas szar volt az egész, nem mosolyogtak. Ki az a hülye, aki mosolyog a fogászaton? Én szoktam mosolyogni, röhögök a fogászaton, hé, röhögök a fogászaton, tapsoltatok is, röhögök a fogászaton. Én szoktam mosolyogni a fogászaton. Persze, ha nem kell kifizetni a kezelést. Mit válaszolgatszik nekem? Nekem be kell mennem a színpadra, a közönség vár. Igen, kinn a trollira. Nekem ma játszanom kell. Józsika, előbb inkább rendez. Rendezek? Tehát ma annyi mindent rendeztem. Persze, kabarét. Most mást rendez. Drámát, Shakespeare-t, Molière-t. Dehogyis, a számlát a büfében. Még szerencse, hogy nem vagyunk egyformák. Hát annyit mondanék Józsikám köszöntőül, hogy hát nagyon nehéz dolgod van. Mert ezt a mai estét überolni, fölülmúlni a 80-ason, az nem lesz könnyű. Hát ugye volt 60-as, volt 40 éves mikroszkóp, a 75-öt kihagyod, remélem. Én azt hiszem, hogy a 80-as nagyon nehéz lesz, mert idézted már a Kellét, én is hadd idézzem, hogy az ember ilyenkor még 70-kedik, de hát 80-kodni, az már nem olyan egyszerű. De én ma este hadd köszöntsem a történészt. A Magyarországnak volt már történész kormánya, az eredmény ismert. A történészeket jól ismerjük. Én azt hiszem, hogy aki azért az elmúlt 30-40 év történetét valamikor majd meg akarja ismerni, hát az nézze meg a Saskabaré felvételeit. Ebből meg lehet tudni, hogy mi volt, mi van, hát nem akarom magamat megijeszteni, és hogy mi lesz. Az egésznek az a régi mondása, tanulsága számomra, és azért gratulálok. Kérem szépen, napjaink is bizonyítják, hogy akinek humora van, az mindent tud. Akinek humora nincs, az mindenre képes. Jóska olyan világhírű, hogy az egyik nótája már bejárta az egész világot. Különböző feldolgozásokat ért meg, ezek a felvételek hozzám eljutottak. Most hallgassuk meg az Izotóp című nótát. Először country verzióban. Ennek a szép barna lánynak tapson van a háza, sugár fertőzött a kút az udvarába. Sugár fertőzött és halálos a csókja, azt hiszem a lába között van az izotópia. És most kapcsoljuk a Sárkány Centert, vagy Pekinget, kinek mi tetszik, következzék. Az Izotóp című nóta kínai verzióban. Ennek a szép barna lánynak pakson van a háza, olcsó sugár fertőzött, mint tonga, cincó. Csáó, csing, csing, csong, én baj, el vagyok csúszva, de nem baj. Azt hiszem a lába között van az áfás számla. Rap verzió. Ennek a szép barna lánynak pakson van a háza, sugár fertőzött a kút az udvarába, sugár fertőzött és halálos a csokja, azt hiszem a lába között van az izotópja. Hey, jó, az izotóp, hey, jó, az izotóp. Van nekünk elég bajunk, ha balra nézek, jobbra nézek, parlament egy darás, vészek, bánya, botrány, lehallgatás, benne van az egész bagás ökölbe, szorított haraggal.
dobálják egymást a szarral, de a jó üzletben benne vannak. Joghézakból lopnak, csalnak, de kimásznak, ők mindig kimásznak. Vigyáznak, de nagyon vigyáznak. Ma én nekem, holnap neked felrobban az autó veled, baszek, VIP listát csinálnak. Bankok sarkán kurvák állnak. Ennek a szép barna lánynak Pakson van a háza. Sugár fertőzött a kut az udvarába. Yeah. A lába között van az izotópia, király. Köszi. Köszi, köcső. Nagy kedvencem következik. Az ír népzene és a nyugi zene keverője, Enya. This beautiful brown girl has her home in Bugs City. The bell in her courtyard is highly radiated. Highly radiated, and her kiss is deadly. Between her legs, I think she has her isotope. Hát most akkor hazatérünk, következik az az előadó, akinek nem lehet érteni a dalszövegeit, de most talán sikerül a színpadon Szikora Robi. Adjál neki hangot, te buta! Ennek a szép barna lánynak Pakson van a háza. Sugár fertőzött a kút az udvarába. Sugár fertőzött és halálos a csókja. Azt hiszem a lába között van az izotópia. Csikidám, sziasztok! Rómaiak, a szenátus ülését megnyitom. Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Petreus Beregus képviselőtársa. Köszönöm. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt szenátus, Róma népe, javaslom, hogy Cézárunknak, a mindenki által hőn szeretett Josephus Aquilla Polacseknek, ki a Szent Keresztségben a sas nevet kapta, 70. születésnapja alkalmából a szenátus és Róma népe adassék egy babérkoszorút. Ave! Ölöckius szenátor társamat felkérem, hogy mutassa be az alumíniumból készült, de bearanyozott babérkoszorút. Ímé! De kurva drága. A vásárlás színhelyén zálogból visszamaradt ékszerek korlátozott mennyiségben még vásárolható. Hol? Vámház körült kiek. Beírjam a jegyzőkönyvbe, vagy fizetett hirdetés volt. Fizetett hirdetés, de a klapka még nem fizette ki. Ave, ave, ave. Szerintem egy kis probléma lesz a mérettel, mert arról a kajla kopaszodó fejéről le fog csúszni. Téved képviselőtársam, az elálló két lehajló kajla füle megtart. Ave. Elég lett volna neki születésnapjára egy szokásos kardját nézegető Gladiár című herendi porcelán szobor. Vagy a nyakkendő, Ave Cézár. Építhetnék neki egy diadalívet is ide a nagymező sarkára. A sógorom elvállalta volna. Van már a telkén két diadalív. Az egyiken megy be, a másikon jön ki. Ó, kéne egy harmadik is. Hogy bámulják csupán. Jó. Ragaszkodom hozzá, hogy hallgattassanak meg a Vesta szüzek is. Ezek már régen nem Veszták. Az orvosi kamara elnöke. Valami Hippolit. Hippokratész, fiam, Hippokratész. Jó van, fiam, szóval ő.
Feltalált valami csodaszert. Az kellene, ami Cézárunknak. Vaginának hívják. Viagrának, Viagrának! Azt ismerem! Kétszer is tudok tőle! És melyik a jobb? A nyári. Na. Be se írtam a jegyzőkönyvet. A vitát lezárom. Kihirdetem a határozatot. Írja. A mai napon szeretett Cézárunkat a művészeknek, ripacsoknak és egyéb cseburágoknak járó legmagasabb kitüntetéssel egy babér koszorúval tüntetjük ki. Aláírás roma népe. Látom? Március idusa. Dehogy is. Január időse.